Ebben a sorozatban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az atya, a fiú, Izrael, és vajon mi a helyzet a Szent Háromsággal, vagy a Szent Kettősséggel, mi a szerepe a Szentléleknek, a Ruáknak, de fókusz azon lesz, hogy megértsük azt, hogy Jahua az atya és Jahusa a fiú nem egy és ugyanaz. A fiú nem az atya a földön, hanem az atyát képviseli, az atyát jeleníti meg számunkra a Földön. Az atya soha nem látta senki, és nem is fogja mindaddig, amíg meg nem változunk testben. Ez a célja ennek a rövid sorozatnak, úgyhogy remélem hasznosnak fogjátok találni. Nézzük meg Jesajáhu, Ézsaiás 50-es fejezetet. Mi az, amit megtudunk ebből azzal kapcsolatban, hogy ki kicsoda tulajdonképpen az atya és a fiú viszonylatában? Ez így kezdődik. Így szól Jahua. Hol van anyátok elváló levele, amellyel őt elbocsátám? Ugye arról beszél, amikor is Jezreel házától megvált az ő bűneik miatt, különösen a bálványimádás miatt, és amiatt, hogy elfordultak az ő törvényeitől. Ekkor szakadt két részre a királyság, északi-déli királyság, erről rengeteg szó esett már. Vagy hol van egy kölcsönadóim közül, akinek titeket eladtalak? Ugye azokról a népekről beszél, ahová száműzte őket a bűneik miatt. Ímé, a ti vétkeitekért adattatok el, és bűneitekért bocsáttatott el anyátok. Ugye már a néphez szól, és arról beszél, hogy az elődeik bűnei miatt vannak tulajdonképpen fogságban. Nem arról beszél, hogy nem bocsát meg nekik, stb. Arról beszél, hogy ez annak a következménye, ahogyan az elődeik viselkedtek. Miért jöttem? Ugye arra hívnám fel a figyelmet, arról beszélünk, hogy így szól Jahua. Mindenkinek el kell dönteni magában, hogy szerinte mit jelent az, hogy az Úr. Elmondom, hogy a későbbiekben ez még előjön, úgyhogy meg fogjuk tudni. Így szól Jahua. Jahua az, aki beszél. Miért jöttem, holott nem volt senki? Hívtam, és nem felelt senki? Vagy olyan rövid már a kezem, hogy meg nem válthat? Vagy nincs bennem megszabadításra való erő? Ímé én dorgálásommal kiszárasztom a tengert, a folyókat pusztává teszem, megbűzhödnek halaik, hogy nincsen víz, és szomjúságtól meghalnak. Anélkül, hogy belemennénk most az elemzésbe, arra remélem mindenki emlékszik, hogy mikor azt mondja, hogy az ő kezével és az ő karja az, aki kihozza őket Egyiptomból, ő az, aki megszabadítja őket, és kiszárasztja a tengert, és a folyókat pusztává teszi, és a csodákat Egyiptomban véghez vitte, ez a Malák Jahua volt, erről már volt szó. De elevenítsük fel akkor, apostolok 7.37-39, ez a ma Mósé Mózes, ki a Izrael fiainak ezt mondott, a profétát támaszt néktek, Jahua, a ti hatalmasságotok, a ti atyátok fejé közül, mint engem, azt hallgassátok. Ki ez a proféta? Ez az, aki volt a gyülekezetben, az eklézsiában, a pusztában, a Sínai hegyen vele beszélő angyallal és a mi atyáinkkal. Ki igéket vőn, hogy nékünk adja, akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól a szívükben Egyiptom felé fordulának. Ugyan erről beszél itt, erről az angyalról. Azt mondja, hogy miért jöttem. Először azt mondja, hogy így szólja Hua, utána azt mondja, hogy miért jöttem, hogy a kezem nincs olyan már, hogy ő az, aki kiszárasztotta a tenger, ki az, aki kiszárasztotta a tenger. Semot, második Mózes 14, elindul azért Elohimnek angyala, aki jár vala a Jisrael tábora előtt, és méne mögéjük, a felhőoszlop is elindul előlük, és mögéjük áll. Ez az a Malak Jahua. Elohim az angyal Jahua, aki előttük járt. Mi történt? Szárazon menének a Jisrael fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobb kezük és bal kezük felől. Ez az az angyal, akiről ír, aki itt beszél, aki azt mondja, hogy így szól Jahua.
Az az, aki azt mondja, hogy miért jöttem. Én vagyok az, aki kiszárasztja a tengert, aki a folyókat pusztává teszi, aki a csodákat művelte Egyiptomban. Ő az, az angyal. Apostolok egyértelművé teszi, hogy ez az az angyal. Mózes második könyve szintén. Azt is tudjuk, hogy ő volt, aki a törvényeket adta, és aki a házasságot kötötte, hiszen itt van, így szól a Jahua Mósénak, jöjj fel én hozzám a hegyre, és maradj ott, és átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt, és a parancsolatot, melyeket írtam, hogy azokra megtanítassanak. Ki ez? Ez az, aki ott volt a gyülekezetben a pusztában, a sínai hegyen, vele beszélő angyallal, és a mi atyáink, aki élő igéket vőn, hogy nékünk adja. Ez az, amiről itt beszél Semot 24-es fejezetben. Úgyhogy azt akartam ezzel megmutatni, hogy ez az angyal Jahua az, aki folyamatosan a kapcsolatot tartotta Izrael népével. Itt is ő az, így szól Jahua, és utána már azt mondja, hogy miért jöttem én. Jahua az atya soha nem jött a földre. Azért nem, mert ez az angyal, Elohim angyala, Jahua angyala az, aki az üzenetet közvetítette. Ezt tudták az apostolok, ugyanúgy, ahogy természetesen Mosé, és ahogy Jesiáhu, vagyis Ézsaiás, ahogy mindenki értette ezt, hiszen ez létfontosságú annak érdekében, hogy az ember megtudja azt a kapcsolatot érteni, ami az atya és a fiú között működik. Nézzük tovább. Felöltöztetem az egeket sötétségbe és gyászruhával a födönbe azokat. Ez még mindig az, aki azt mondja, hogy így szól Jahua, és azt mondja, hogy miért jöttem. Hogy olyan rövid már a kezem, hogy meg nem válthat, vagy nincs bennem megszabadításra való erő. Aki közvetíti Jahua szavát. Azt mondja, hogy így szól Jahua, és ő itt van, és ő hozza az üzenetet Jesiáhúnak, Ézsaiásnak, hogy írja ezt le. Ő az, aki felöltözteti az egeket sötétségbe, és gyászrával földi be azokat. Hiszen a szó az, az elsőszülött összes teremtmény közül, akivel, aki által és akinek lett teremtve az egész föld. Azért akinek, hiszen ő az, aki összefogja az, az a szó, az a rendszer, az a parancsolatok, a törvények, a tora, ami összefogja ezt a rendszert. Ezért teremtette Jahua, az atya az, hogy az ő szava uralkodjon ezen a rendszeren, hogy legyen egy rendszer, ami igaz, ahol ami engedelmes, alázatos, és mindezt szabad akaratából teszi. Ez a mi feladatunk, hogy ezt megértsük. Nézzük meg a négyes verset. Adonai Jahua bölcs nyelvet adott én nékem. Akkor, hogyha azt mondja, hogy így szól Jahua, utána elmondja, hogy eljött, ő az, aki mindezeket a csodákat tette, és Adonai Jahua az, aki bölcs nyelvet adott neki. Akkor ez nem lehet az atya, hiszen az adta neki a bölcs nyelvet. Akkor ő egy üzenetet közvetít, ugyanúgy, ahogy a Messiák azt megmondta, hogy ő semmit nem tesz, amit az atya nem parancsolt. Hogy ő azt mondja, amit az atya adta a szavakat neki. Ő hozza el a dicsőséget, ő az, aki megmutatja, ő az ő képe, ő nem azonos vele, nem egyenrangú vele. Ő egyszerűen az üzenetet közvetíti közt az atya és a föld között. Adonai Jahua az, aki bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudja erősíteni a megfáradtat beszéddel. Ő az, aki megvigasztalja az embert a szó által. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. Ő ugyanúgy hallgat az atya szavára, mint ahogy nekünk kellene. Ezért mondja, hogy mint a tanítványok úgy hallgat. Adonai Jahua megnyitotta a fülemet, és én nem voltam, engedetlen hátra nem fordultam. Mi az, amit akar? Engedelmességet, alázatot, félelmet, és mindez szeretettel. Ezért mondja az, hogy megnyitotta a fülemet. Ő ugyanúgy az atyától kapja az instrukciókat, mint ahogy mi is. Hátamat odaadám a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Ki ez? Jahusha HaMashiach. Aki eljött,
hogy meghalljon a világ bűneiért és megmutassa az utat. Hogy kezdődött? Így szól Jahua. Aztán elmondta, hogy eljött. Ő az, aki a csodákat tesz. Ő az, aki megszabadít. Ő az, aki mindent teremtett. Utána átvált abba, hogy az atya az, aki a bölcs nyelvet adja neki. Ő az, aki megnyitja az ő fülét. És utána elmagyarázza, hogy ő az, aki eljön, mint megváltó. Később. Mindvégig ugyanaz a idézőjelbe tett lény, aki ezt cselekszi. Hetes vers. És Adonai Jahua megsegít engem, azaz az atya segíti meg őt is majd. És akkor is, ezért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Közel van, aki engem megigazít, ki perel én velem. Álljunk együtt elő. Kicsoda peresem, közelegjen hozzám. Azaz közel van hozzá az atya, aki őt igazzá teszi. Hiszen ő az atya szava, a kettő egy egységet alkot, erről is volt már szó. Ki az, aki ezzel nem ért egyet? Ki az, aki ezzel képes vitatkozni? Erről beszél. 9-es. Ímé, Adonai Jahua megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem? Ő az atya szava. Ki az, aki ezzel szembe tudna szállni? Ki az, aki azt mondja, hogy ez nem igaz? Ímé, minnyájan, mint a ruha megavulnak. Moly emészti meg őket. Kik ezek az emberek? Hiszen az ember az, aki a porból lett, és a porrá lesz, és itt tölt egy rövid idő. Ki féli közületek Jahuát? Ki az, aki érti az üzenetet? Példabeszédek Misli 1.7. Jahuának félelme feje a bölcsességnek. Erre utal. Erről beszél Jesiáhunak ez az angyal Jahua. Ki féli közületek Jahuát? Ki az, aki érti azt, hogy hogyan működik ez az egész rendszer? Prédikátor Kohelet 12-es fejezet 14-16-ig így szól. Mindezekből, fiam, intessél meg. A sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. A dolognak summája, mindezeket halván, ez. Mi a dolog summája? Hogyan lehet összefoglalni ezt az egészet? Elohimet féljed, az ő parancsolatait megtartsad. Ez az ember fő dolga. Ugyanerről beszél. Ki féli közületek Jahuát? Arról beszél, hogy ki féli Jahuát? Az elején meg azt mondja, hogy így szól Jahua. Utána azt mondja, hogy ő jött el. Ő beszél. Ő az, aki azt mondja, hogy eljött. Mintha ő magáról beszélne. Ő az, aki azt mondja, hogy olyan rövid már a kezem, hogy nem válthat meg, hogy nincs megszabadításra való erő. Ő az, aki a csodákat teszi, aki mindent teremtett. Azonban ő is a bölcsességet Adonai Jahuától kapja. Az atyától. Az atya az, aki megnyitja a fülét. Ő az, aki majd eljön. És ő az, aki vállalja azokat a dolgokat, hogy keresztül megy, amit az atya kíván tőle. Mert az atya meg fogja segíteni. Nem szégyenül meg, nem hagyja magára mindezekben a megpróbáltatásokban. Ő az, aki igazzá teszi, az atya teszi igazzá őt, aki most itt beszél, a Malákia Huát, az angyalja Huát. Tudja, hogy megsegíti, és így nincs senki más, akitől tartania kellene, hiszen az ember mulandó. És utána megkérdezi, ki az, aki féli Jahuát? Akkor most ő Jahua, vagy pedig ő az üzenetét hozta el? Ki hallgat az ő szolgája szavára? Ki az ő saját magáról beszél? Ő a szolgája. Ő az, aki próbálja elmagyarázni az embereknek, hogy hogyan is kellene élni. Ki féli az atyát, és ki hallgat az ő szolgája szavára? Itt azt mondja, hogy így szól Jahua. Utána azt mondja, hogy ki hallgat az ő szolgája szavára. Saját magáról beszél, hiszen ő hozza el az atya szavát. Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényesség néki, bízzék Jahua nevében, és támaszkodjék Elohimhez. Aki bűnben él, a bűn az ugye a törvénytelenség. 1 Jehukanan 3.4. Aki a törvények ellenére él, az mind bűnben él. Aki az sötétségben él, aki nem ismeri, vagy nem akar tudomást venni róla, az mind sötétségben jár. Ezekhez beszél, ezeket hívja megtérésre. Ugyanúgy, ahogy a Messiák tette azt, mint ember.
Ugyanúgy, ahogy most is hív mindenkit, hogy térjen meg. A megtérés mindig ugyanazt jelenti. Ezekiel 20:19. 20. Hagyd abba a bűnös életet, fordulj hozzá. Erre figyelmeztet a Malák Jahua. De remélem egyértelmű az, hogy az az angyal, akit a Tanákban, az úgymond Ószövetségben látunk, annak a neve ugyanúgy Jahua volt, hiszen ő hordozta az atya nevét. Erről szó volt már a korábbi részekben, ebben most már nem megyünk bele. Ez egy újabb példa arra, hogy ő közvetítőként működik az atya és az emberek között. Ő a legmagasabb rendű teremtett lény mindenek felett. Az atya szava. Az első, akit teremtett az atya, és aki által és akinek mindenkit teremtett azután. Ez az, aki itt beszél. Azért beszél egyes szám első személyben, mert ő közvetíti azt az üzenetet, amit Jahua mond. Ő mint egy szócsőként funkcionál az emberek és az atya között. Ugyanez történik az Új Szövetségben. Akkor emberi formában jön el, most egy spirituális formában van. Mire figyelmeztet? Ímé ti mind, akik tüzet gyújtatok, belövezném magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába, és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok, kezemből jöjj ez rátok, fájdalomban fogtok feküdni. Azokról beszél, akik a saját fejük után mennek, akik saját maguknak gyújtanak tüzet, hogy lássanak, hogy eligazodjanak a világban. Mint ma is, akik azt mondják, hogy majd én kitalálom, én a szívemre hallgatok, majd én tudom, engem az, csak a lélekre kell hallgatni, engem az vezet, és a többi, és a többi. Ezekről beszél itt. Kik azok, akik tüzet gyújtanak? És a saját fejük után mennek. Ugyanez lesz az oka a vesztüknek. Az, hogy nem hallgatnak rá. És ő az, aki az ítéletet végrehajtja. Ahogyan meg is mondta, amikor eljön másodjára a bárány, ő ugyanaz a lény, csak másik spirituális síkon. Ezért mondja, hogy ő az, aki az ítéletet végre fogja hajtani. És erre figyelmeztet. Így próbálja az atya közvetíteni az ő mondani valóját az emberisége. A probléma az, hogy a legtöbben azt mondogatják, hogy teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk, teljesen mindegy, hogy mi van ide írva, hogy milyen néven szólítom, úgyis meghallja a szavam. Lehet, hogy meghallja. A tény azonban tény marad, hogy mindaddig, amíg Úr és Istenként használjuk, addig egyszerű egybemosni a kettőt, hiszen az embernek fogalma sincs arról, hogy melyikről beszél valójában, és hogy egyáltalán mi az a szó, ami eredetileg annak a helyén állt. Hiszen eldönthetnénk, hogy melyik az, hogyha a több tucat név közül megjelenne itt néhány az Úr helyett, ami az eredetiben szerepel. És különbséget lehetne tenni, hogy ki az, akiről az írás szól. Úgyhogy mindaddig, amíg nem hajlandóak az emberek elfogadni azt, hogy nem mindegy, hogy mi van ide írva, hogy melyik név, addig nagyon nehéz lesz megérteni a kettő közötti kapcsolatot, és addig egyszerű az embereket elterelni, és annak az a vége, mint ami mára kialakult, hogy minden teljesen mindegy. Hogy a 2-1, a 3-1, hogy neki teljesen mindegy, neki mindegy, hogy hogy szólítom, hogy én mit csinálok, ő mindenkit szeret, ő mindenkit elfogad, ő csak így van, ő csak ezeket leírta, mert nem volt jobb dolga, de egyébként meg teljesen mindegy, hogy csinálja valaki, mert úgyse lehet csinálni, mert ő olyan törvényeket talált ki, amiket nem lehet betartani, és ezért azokat adta az emberiségnek, mert ő ezt nem tudta, hogy mit csináljon. És akkor ez a káosz alakul ki, ami ma van. Holott, ha visszamennénk az eredetihez, akkor láthatnánk azt, hogy mi az, ami oda volt írva, melyik az, amelyik szól hozzánk. És akkor egy egész másikon lehetne érteni ezeket az írásokat. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ahelyett, hogy az ember harcol ez ellen, inkább próbálja megérteni, hogy mi is a haszna mindennek. Hogyan is lehet hasznára ez az információ abban,
hogy közelebb kerüljön az atyához és ahhoz az úthoz, melyet ő kijelölt számunkra, az angyal, Jahua segítségével. Ez lenne a lényege ezeknek, amiről ezek a videók szólnak, hogy közelebb vigye az embereket. Oké. Jesaja 29.13.16, ez a vége. És így szól Adonai. Mivel e nép szájjal közelget, és csak ajkaival tisztel engem. Ki az, aki szájjal közelget, és ajkával tisztel? Az, akinek a cselekedetei nem mutatják azt, amiről ő beszél. Hogyan tudjuk mutatni a cselekedeteinket úgy, hogyha engedelmesen, alázatosan követjük, amit ő mondott. Hiszen ha mondogatni nem elég, márpedig itt ezt mondja egyértelműen, hogy mondogatni nem elég, akkor érdemes megtudni, hogy mi az, amit csinálni kell. Az a lényeg, hogy szíve pedig távol van tőlem úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lő, mint az iszlám, aki kidolgozott egy saját törvényrendszert, ugyanúgy, ahogy a judaizmus sajnos ez van. És nem különben a kereszténység. Az összes többiről nem is beszélve, mindazok a távol-keleti filozófiák, azok a buta gondolatok, a kundaliniről, a meditációról, stb. Ez mind ez a kategória. Egyetlen út van, a keskeny út, ami a szűk kapuhoz vezet, az pedig az ő torája az instrukciói segítségével. Nézzük meg a 15-ös. Jaj azoknak, akik Jahuától mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik sötétségben szoktak cselekedni, mondván ki lát minket és ki ismer minket. Azokról beszél, akik nem hallgatnak rá, és mennek a saját fejük után. Akik azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, mert ő mindenkit szeret, meg mindenkit elfogad, meg úgyse lát, meg úgyse foglalkozik semmivel, majd a végén egyszerűen azt mondom, hogy én hittem, csak nem tudtam betartani a parancsolatokat. Ezekről beszél folyamatosan, az egész könyv erről szól. Mi együgyűek vagytok? Avagy a fazekas olyan, mint az agyag, hogy így szóljon a csinálmány csinálójának. Nem csinált engem, és az alkotmány ezt mondja alkotójának, értelmetlen. Számára így tűnik az az emberiség, ami az ő törvényei nélkül él. Aki nem hisz, vagy aki hisz, és azt mondja, hogy ennek nincs értelme, ezt nem lehet megtartani, és senki se tudta betartani, ő szeret, elfogad mindenkit. Ezekről beszél folyamatosan. Próbálja az embereket észhez téríteni. A Malákia, hova az angyal próbálja visszaterelni az emberiséget arra az útra, ami nem a pusztuláshoz vezet. Különböző korokban, különböző módon fogalmazza meg. Különböző írásokban, különböző útról és irányokban próbál az emberekhez eljutni. Hol így fogalmaz, hol úgy fogalmaz. Az üzenet mindig ugyanaz. Tartsd meg az instrukciókat, különben nem foglak elfogadni. És erről szól ez is. A módszer pedig, ahogyan eljutatja az üzenetét, az az, hogy kreált egy lényt, amit mi a fiúnak ismerünk, vagy az angyal Jahuának, vagy Jahusá Hamásiáknak. Ő az, aki hordozza az ő szavát, és közvetít az emberiség, és közte. Ez az, aki folyamatosan beszél mind az Ó, mind az Új Szövetségben. Az atyát senki nem látta, senki nem hallotta, akkor hogy lehet egyértelműbbé tenni ezt? Alá rendelő viszony van a kettő közt. Az atya teremtette, ő irányítja. Ez nem azt jelenti, hogy a fiú nem fontos, sőt, vagy hogy ő egy jelentéktelen karakter, vagy egy alacsonyabb rendű akármi, ő egyszerűen csak az atyához képest alárendelt viszonyban van. Egyetlen egy van, aki a csúcson van, és az nem más, mint Jahua, az atya, az örökkévaló. Minden más alatta van. Ilyen a kettő közt a viszony. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!